A kettes típusú cukorbetegség jellemzője, hogy évek alatt lappangva háttérbe, a betegnek kevés tünetet okozva, olykor teljesen tünetmentesen fejlődik. Ebből adódik, hogy időben történő felismerése csak szűrővizsgálat kapcsán lehetséges. A diabétesz előállapotot is nagyon komolyan kell venni. Ide tartozik az úgynevezett emelkedett éhomi vércukor, vagy csökkent glukóztolerancia. Ezeknek az állapotoknak az a veszélye, hogy magába hordozza azt, hogy valamikor diabétesz, manifest, nyilvánvaló cukorbetegség válik belőle. Ugyanakkor nem csak a cukorbetegség kialakulásának a kockázata fokozott az előállapotokban, hanem a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata is növekszik már az előállapotokban is. Nem törvényszerű, hogy minden emelkedett éhomi vércukorértékkel vagy csökkent glukóztoleranciában szenvedő betegből tényleges cukorbeteg legyen. Van visszaút is, tehát az előállapotból a normális, úgy mondjuk, hogy normális glukóz homeosztázis, normális cukoranyagcsere felé vissza lehet lépni, megfelelő életmóddal, általában testsúly csökkentéssel. A betegek egy része nagyon sokáig ebben a stádiumban állhat, maradhat, anélkül, hogy további progresszió következne be, de az érintett egyének körülbelül egyharmada az évek folyamán tényleges cukorbeteggé válik. Úgy tartja az orvosi irodalom, hogy a diabétesz előállapotaiban szenvedő egyének aránya egy lakosságon belül körülbelül ugyanannyi, mint a nyilvánvalóan ismert háziorvosi rendszerekben nyilvántartott cukorbetegek aránya. Ha kettőt összeadjuk, akkor nagyon jelentős szám kerekedik ki. A nyilvántartott cukorbetegekről becsléssel rendelkezünk hazánkban. Néhány évvel ezelőtt volt egy úgynevezett reprezentatív szűrővizsgálat. Ennek az eredménye azt mutatta, hogy a 20-tól 69 év közötti lakosság körében az előfordulás 7,5% volt. Azt, akit a diabétesz előállapotában ismerjük fel, annak az egyénnek életmódbeli tanácsot javasolunk, mozogjon sokat, étkezzen egészségesen, próbálja meg néhány kilogrammot veszíteni a súlyából, ha testsúlyfelesleggel rendelkezik. Nagyon fontos, hogy időszakos ellenőrzéssel a vércukor értékek alakulásáról is meggyőződjünk. Ha az egyén a szűrővizsgálat kapcsán normális vércukorértékeket talál, akkor ennél az egyénnél a szűrővizsgálatot kell megismételni 3 éven belül.